A munkáspárt emléknapot jelölt ki a kapitalizmus magyar áldozatainak. Március 25-én tartott sajtótájékoztatón az emléknapot kezelő bizottság elnökét, Benyovszky Gábort kérdeztük. Miért érezték szükségesnek ennek a napnak a létrehozását? Miért pont erre a napra gondoltak? Betelt a pohár. A rendszerváltás óta csak belerúgnak az emberekbe. A kapitalizmus nem tudja megoldani és jobbá tenni az emberek életét, és ezért riogatják a múlt rendszerrel az embereket. Emléklapot tartanak a kommunizmus áldozatainak, elterelve az emberek figyelmét a valós hétköznapi problémákról. Magyarországi szocializmus ideje alatt csak nagyon kevesen voltak a rendszer áldozatai, ha az elmúlt 24 év áldozatait vesszük alapul. Fontosnak érezzük, hogy legyen ennek a rendszernek, a 89 utáni magyar kapitalizmus áldozatainak is egy napja. Ez legyen március 25-e, az első választás napja, amikor jogilag is létrejött Magyarországon a kapitalizmus, és ezt a napot tartjuk a legjellegzetesebbnek. Kikre gondolnak, kik a kapitalizmus áldozatai? Nem csak azokra gondolunk, akik a halálba menekültek, és már mondjuk nem tudták fizetni számláikat, kiugrottak egy erkélyről, nem tudták fizetni lakáshiteleiket. A magyar kapitalizmusnak sokkal több áldozata van. Áldozata az egész országban minden olyan ember, aki a 4 millió ember, akik az létminimum alatt élnek. Ezeknek az embereknek minden nap, minden hónapban el kell dönteniük, hogy a számlájukat fizetik, vagy étkeznek, esznek. A rendszerváltás után tönkretették a gyárakat, bezárták az üzemeket, szétrombolták a mezőgazdaságot, és emégett millióknak szűnt meg a munka lehetősége. Tízezrek kerültek szó szerint az utcára, hiszen megszűnt üzemek véget, megszűntek még a munkásszállások is. Kis családok hulladtak széllyel, és többek között ezért is él több tízezer ember az utcákon. Évről évre nő a hajléktalanok száma, évről évre nő tovább, akik megfagynak az utcákon, és lassan ma már az otthonaikban is. Mi őket tartjuk közvetlenül a kapitalizmus áldozatainak. A sajtótájékoztatón azt hallottuk öntől, hogy ez a mai nap a nulladik nap. Hogyan tovább? Szeretnénk ezt a munkát tovább folytatni, évről évre megülni, megünnepelni ezt a napot. Ha szükségesnek tartjuk, akkor egy-egy gyertya gyújtásával, hiszen minden áldozatért kár. Az interneten és a Facebookon népszerűsítjük tovább ezt. A Szabadság újságunkban cikkeket írunk erről a témáról, a kapitalizmus magyar áldozatairól. Köszönöm szépen!